Mosányi Emőke logopédust köszöntjük a stúdióban. A témánk pedig a gyermekek beszédfejlődése, mert hogy állítólag a gyermekek egyre később kezdenek el beszélni. Igaz-e ez a hír, és vajon ez miért lehet? Hát én ezt a hírt így nem nagyon hallottam még. Azt hiszem, hogy inkább arról beszélhetünk, hogy jobban odafigyelünk arra, hogy a gyermekek mikor kezdenek el beszélni. Mert ugye az az elvárás, hogy egy 2,5 éves korban már a gyermekek 50 aktív szóval rendelkezzenek. Ez azt jelenti, hogy ezt használják is, és rendszeresen használják ezeket a szavakat. Ez fontos ahhoz, hogy megfelelő ritmusban tudjon fejlődni egy gyermek. Azért nem kell megijedni, hogyha ez nem történt meg, hanem csak egyszerűen arra kell figyelni, hogy hogyan tudnánk segíteni ezt a beszédfejlődést. Egy szülőnek talán a legfontosabb először az, hogy azt figyelje, hogy a gyermeke, ennek a fejlődése az megfelelő ritmusban történik-e. Ugye a védőnői hálózatban a védőnő rendszeresen a pici babákhoz kimegy, és nyugodtan lehet tőle kérdezni, illetve ő jelez is, hogyha gond van. Hogyha nagyon sokszor előfordulhat az, hogy csak annyi van a háttérben, hogy nem hall egész jól egy gyermek, egy pici baba. És ez nem egy olyan nagy dolog ám, mert hogyha van egy hurutos, beteges időszak, akkor sajnos már kialakulhat akár egy 30 decibeles, igaz, hogy csak egy átmeneti beszédhallás probléma, de ez az ő beszédfejlődését nagyon-nagyon visszavetheti. Tehát fontos az, hogy figyeljünk arra, hogy egy kisgyermek figyele a hangokra, összerezzene hirtelen egy hangra. Hogyha ezt nem tapasztaljuk, akkor azonnal kérjünk segítséget védőnő, házi orvoson keresztül. Tehát ez azt hiszem az első legfontosabb dolog. Utána az, hogy figyeljen arra, hogy gagyog-e, gügyög-e egy kisgyermek. Ha nem, akkor azért ez egy jelzés értékű, hogy valami baj van. És aztán valahogy elindul az, hogy hogy reagál a hangunkra, az anyukára, az apukára, a nagyszülőkre, aztán az idegen hangokra, mert azt ő nagyon-nagyon gyorsan meg tudja már különböztetni. És aztán, ahogy ebből a gagyogásból elindul az, hogy szinte már érzi a szakember biztos, de akinek már több gyermeke volt, a pici babákkal többet foglalkozott, hogy már ott van benne az a szó, mert valahogy annak a ritmusa, annak a szótag száma, az már úgy, már majdnem az. És akkor bizony nagyon-nagyon gyorsan és nagyon hirtelen beindul a beszéd. De jó. Igen, mert az nagyon sokszor van, hogy nálam is a testvéreimnél lehetett érezni, hogy nem tudja még kimondani azt, hogy nem tudom én cumis üveg, de tudjuk, hogy ahogy ő mondja, az igazából az nálam már az. Így tehát, van. Hogy az fontos, hogy ilyenkor mi hangsúlyozzuk, és próbáljuk arra gyakoroltatni, hogy igenis cumis üveg, és nem a ők is nyúnyi. Hogyne, természetesen, hogy elismételjük azt, ami ahogy a helyes lenne, igen, hogy ő ezt hallja. Igen, jaj, de aranyos. De hát az semmiféleképpen nem. Nyúnye, az a cumis üveg, mondjuk. Igen, igen, akkor... azt semmiféleképpen nem támogatjuk úgy, hogy ez adjon meg, de nem probléma, mert hogyha ezt ő adekváltan használja, akkor ő azt tudja, hogy annak az ő kis nyelvében annak van jelentése annak a szónak. Nagyon fontos az, hogy amikor pici gyerekekkel szemtől szembe beszélgessünk, úgy játszunk vele, nem mosogatás közben beszélgessünk, meg rohangálás közben, hanem üljünk le, lássa, legyen szemkontaktus, figyeljünk oda, hogy nem kell nagyon-nagyon bonyolult, összetett mondatokat használni azért, de nem is szabad gyereknyelven, ilyen gügyögő nyelven. Nagyon fontosnak tartjuk a mondókázást, az éneklést, hogy igenis játszunk, érezze meg a ritmust, hisz először a ritmusát fogja megérezni a nyelvnek. Fontos az, hogy a kezünket, mert ugye ez az egész idegrendszeri fejlődés nem csak arról szól, hogy önmagában a nyelv, hanem az egész idegrendszer fejlődik. És nagyon fontos az, hogy a taktilis dolgokat is igenis gyúrjunk, csináljunk tésztát, nem baj az, hogyha nagy kuplerájt csinálunk vele. Fogjuk meg, játszon a gyerek, érezze, legyenek meg azok a kontaktusok, nem véletlenül van a homokozás is. De hogyha nem tudunk, akkor igenis bent, otthon, és a gyerekek nagyon élvezik ezt a pancsolást, hogy belenyúlhat, érzi a kezén. És tehát természetesen az, hogy a mozgás, hogy az a természetes mozgásra minél több lehetőséget tudjunk biztosítani, szabadban, vagy akár otthon is. Vannak sztenderdek erre egyébként, hogy hány éves korban, mikor lenne jó, ha már miket tudna kimondani, ha az R-betűket tudna ejteni, van ennek vannak? Természetesen van, valamilyen... természetesen van, ahogy az előbb jeleztem is, tehát ez a 2,5 éves kor, ez egy alap, de vannak természetesen most már olyan szűrő eljárások, hogy a szakemberhez, logopédus szakemberhez fordul, a szülő, amire minden kerületben, minden járásban van lehetőség a szakszolgálatnál, akkor mi tudunk szűrni. Aha. 2 éves korban, 1 éves korban, 3 évesen, sőt, 3 éves korban, az óvodában lépéskor viszont van egy kötelező szűrés is, amit minden gyereknek, most gyermeknek át kell esnie, és ott már azt is nézzük, hogy mennyire szerkesztett mondatot mond-e már,
egyszerű mondatokat, milyen szavakat használ. Tehát ebben lehet kérni segítséget, és azt gondolom, hogy kérjenek is. Ne legyen a szülő bizonytalan, mert az ő bizonytalansága, azt átadjuk a gyermekünknek. Köszönjük szépen, hogy itt volt, sajnos csak erre volt itt. Köszönöm szépen. Én is.